Sziasztok! A mai videóban ezt a láthatatlan sminket fogom elkészíteni, aminek az a lényege, hogy ki vagy sminkelve, de olyan, mintha nem lennél. Részt vettem a Pécsi Pure Salon szilveszteri sminkversenyén, amit megnyertem, és úgy gondoltam, hogy ebben a videóban megmutatom nektek, hogy milyen sminktermékeket nyertem, és párat fel is fogok használni ez a sminknek az elkészítéséhez. Az egyik egy alapozó. Hétköznapi viseletre ez az alapozó nagyon jó, mert matt hatása van, de mégis természetes, nincs ez a maszkszerű valami az arcodon. A másik egy szemöldök ceruza. Én nagyon szeretem a szemöldök termékeket, mert sajnos nincs szemöldök. A ceruza része nagyon vékony, megmutatom. Látjátok? Tehát nagyon precíz vonalakat lehet vele húzni, úgy meg tudjátok vele rajzolni a szemöldötöket, mint hogyha tényleg szőrszálak lennének, mert annyira vékony az applikátor. A következő termék egy porpúder, ami csillámokat tartalmaz, tehát én highlighterként használom, és nagyon szeretem, nagyon szép a bőrön, de viszont azoknak nem ajánlom, akik nem szeretik az olyan highlightert, ami tényleg csillámpor tartalmaz. Az utolsó két termék, aminek a legeslegjobban örültem, ez két matt szájfény, ami azért nagyon jó, mert miután felkened az ajkaidra, egy rövid idő után megszárad, teljesen matt lesz, és nem szárítja az ajkakat, pedig nagyon sok matthatású rúzs vagy szájfény szárítja, de ez nem is. Egész nap fennmarad, és csókáló, tehát nem hagy nyomot. Amint látjátok, a szemöldökömet már kifestettem, illetve primert is vittem fel. Ezután vigyétek fel az alapozót úgy, ahogy bármikor máskor. Én most egy ecset segítségével vittem fel. Egyébként a termékek pontos neve lent lesz az infoboxban. Használjátok korrektort a szem alá, hogy elfedjétek a sötét karikákat. Majd egy ecset segítségével dolgozzátok bele a bőrbe. A korrektort fixáljátok púderrel. Majd az egész arcotokat púderezzétek be. Most jöhet a kontúrozás, de ne vigyétek túlzásba, mert a természetességre törekszünk. Vigyetek fel egy kevés pirosítót. És persze highlightert. Vigyetek fel szempillaspirált, hogy kihangsúlyozzátok a szemeteket. Utolsó lépésként használjátok sminkfixáló sprét, én ehhez aloe vera sprét használok.
Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra.